Hello mindenkinek! Ez itt a legújabb Game Archivumos végigjátszásom, amelyben most, mai alanyunk, a Dead Rising 2. Ugye emlékeztek, hogy végigjátszottam az első részt no commentesen, ami a 2006-os X360-as volt exkluzív játék volt. Az egyik leghíresebb Capcom játék, ami nagy sikert aratott. És ugye a jó öreg George Romero Holtok hajnala című film adta Keiji Ifuninak az inspirációt, hogy elkészítse ugye a méltán híres Dead Risingot, és egy nagyon érdekes főhőssel, ráadásképpen ugye Frank Westel, a fotóssal, fotóriporterrel, és én emlékszem, hogy ugye a leírásban is megvolt, amikor elkezdtem a végigjátszást, ugye, hogy ugye 2006-ban jelent meg, és ugye, amikor láttam a végigjátszást, azt hiszem az Foxy Areku végigjátszását láttam, hát igen, sajnos nem volt akkor X360-am, és az volt az első indok, amiatt a játék miatt, hogy szeretnék egy X360-at, de hát így sok idő után végre lett nekem is, és sikerült X360-ra begyűjtenem egy Collection-t, méghozzá a Dead Rising Collection-t, ami nagyon érdekes, még 2012-3 környékén jelent meg, ami tartalmazta az első részt, a mai alanyunkat a második részt, és a remake-et, az Off the Record-ot, illetve a két letölthető epizódot, ami ugye ami a Dead Rising 2 két letölthető tartalma, Case Zero meg a Case West. És ugye a Case West miatt készült el a remake a Dead Rising 2-nek ugye az Off the Record. Na de most mai alanyunk a 2010-es Dead Rising 2 egy folytatás, 4 évvel az első rész után készített el ugye a Blue Castle Games, ami mai névvel Capcom Vancouver néven ismeretes, egy kanadai származású játékkészítő csapatról van szó, de sajnos ugye a 2018-9 környékén ugye becsukta kapuit, tehát nem fogjuk megtudni például, hogy milyen lett volna a Case Zero meg a Case West PC-s portra, illetve még petíció is készült rá, hogy esetleg megcsinálnák-e, de nem. És elvileg idén tervezték volna, de sajnos ez nem valósul meg ez a terv. De mindegy, félretéve, ugye most ugye 4 évvel vagyunk az első rész után, és természetesen ugye ez egy olyan játék, aminek ugye most már van egy előzménye is, ugye a Case Zero, és hogy a játék, azt kell tudni róla, hogy ugye a Case Zero és az első rész között van egy nagy hiány, hogy hogyan kapcsolódik össze a sztori. Na emiatt készített az IDW, az a cég, az a képregénygyártó cég, akik a Sonic a sündisznó képregénysorozatot is megcsinálták, azok csináltak egy 4 részes Dead Rising sorozatot Road to Fortune címmel, ami konkrétan összeküti, hogy mi történt Frankkel a Willamette szökés után, és hogyan kapcsolódik a Chuck Green története ide a második részhez. Ugye azt kell tudni, egyet szögezzünk le, sajnos a Case Zero és a Case Westet nem fogom tudni bemutatni meg végigjátszani nektek, sajnos. De annyit elárulok, hogy ott veszi fel a fonalat a Frank Westes sztoriáktól a Chuck Greenig. Ugye Las Vegasban történt ki az első, most hogy mondjam, az első, nem is az első, hanem a második zombi kitörés, miszerint úgy, hogy azok a darazsak, amiket a Carlitói készítettek Santa Cabezában, ugye vizsgálták azokat a darazsakat, akkor elszabadultak, és van ez a Finotrans nevű gyár, ahol konkrétan elkapták Isabellát, és Isabella dolgozik az ellenszeren, amikor megcsinálta Franknek az első, hogy mondjam, a Zombrexnek a prototípusát. És a Zombrex, az konkrétan ez egy olyan szer, nem ellenszer, hanem inkább egy olyan doppingszer, ami konkrétan destabilizálja a mutációs géneket, aki megfertőződött a zombi vírussal. Például Frank West ugye, hát a játékelemmel nézzük, össze-vissza lett harabdálva,
De az is lehet, hogy egyszerűen csak, hogy amikor ott összeomlott az overtime mód elején, ugye, mert minden más embernél máshogy alakul ki a mutációnak a határa, tehát valaki egy nap alatt fertőződik meg, valaki már egy óra alatt. Tehát például Franknek olyan erős immunrendszere van, hogy bent tartja magában a fertőzött cuccot, de 24 óra kell neki ahhoz, hogy beadja magának a következő Zombrex adagot. És Isabella dolgozott ezen a Zombrex dolgon, de erre rácsapott a Finotrans nevű vállalat, akik akik ilyen orvosi kutatással foglalkoznak, és természetesen legyártották ezt a Rahadli Zombrexet, amit a darazsakból nyertek ki, és természetesen volt egy Las Vegas-i kitörés, ahol elkezdett a... Ugye van ez a Chuck Green, ez a régi motocrossos játék... motoros volt, és volt neki egy felesége, meg egy lány... volt egy felesége, meg van egy lánya, ugye Katie. És azt kell tudni, hogy a Las Vegas kitörést az konkrétan a Finotrans alakulat a Special Force-jai támadták meg. Az a Special Force, akit a kormány küldött ki, hogy likvidáljanak élő zombi egyedet mindenhol, tisztítás hajtsanak végre. És ugye ebben volt Brock is, ugye a Commander ott az első rész végén. Ugye azt kell tudni, hogy megjelentek a katonák, és szétárasztották a zombi darazsakat, ezeket a a játék szerint Queennek hívják őket, de hát lehet látni, hogy darazsakról van szó. Ezeket a darazsakat szabadon engedték, és ezekkel megfertőzték az embereket ott, és mindenki megzombult rögtön, hirtelen. És az történt, hogy az anyuka is megfertőződött sajnos, megzombult, és megharapta a lányát Katie-t. És sajnos Chucknak ugye Chuck és Katie menekültek ki a kitörésből, és konkrétan éppen Zombrex-el kell kuráltatni a szegény gyereket, aki ráadásul tűfóbiás, sajnos. És amikor elmenekülnek ugye Steel Creekbe, ahol kezdődik a Case Zero alapjáték, ott konkrétan még tűfóbiás, és szegény még csak 4 éves, és azt hiszem eltelik 3 év, és akkor ott veszi kezdetét a második rész, ahol már kb. Egy ilyen 7 éves ilyen kiskorú kislányról van szó, és természetesen ugye neki már begyógyult a seb, de látszik a helye, a harapott sebnek a vége, de minden nap reggel 7 és 8 között be kell adni neki a dózist, mert akkor ő is megzombul. És a játéknak ez is egy érdekes eleme, hogy beraktak egy olyat, hogy most már külön dózist kell szerezni. Vagy túlélő ad, vagy magunknak kell megkeresni. Na, legyen ennyi most a felvezető, és most kezdődjék a játék. Nézzük a beállításokat, hogy mit állítok be. A feliratok azok maradjanak, a tutoriál az maradjon, illetve lehet külön a... Ugye amikor az adóvevőnk szól, akkor különböző hangjai lehetnek. Én mindig a hármas szoktam. Nézzük, hallgassunk be az elsőbe. Kettes. Hármas. Négyes. És illetve vibration mód, tehát vibrációs mód, tehát hogyha mondjuk joystickkal játszol, akkor konkrétan a kontrollerre zizek, hogy éppen kapsz hívást. Ez jó pofa, de én most, mivel PC-n vagyok, ezért PC-n tolom. Illetve a co-op... Igen, ez az első játék, a Dead Rising sorozatban ez az első játék, ahol most már lehet kooperatívban tolni, de eléggé nagy kicseszés van a kooperatívval kapcsolatban, de majd mindjárt mondom, hogy mi a helyzet. Mindig a hármas szoktam használni, az irányítás ez csak a izére vonatkozik, a kontrollerre, a joystickra, a vizuális jelenség. Hát ezt nem szoktam ezt hozzányúlni. Ja igen, ha már a kontrollerről szólok és Xboxról van szó, ez a játék, amit most játszok, ez a verzió, láttátok, hogy 2010-2015, ez nem más, mint a 2016-os remastered verziónak a kiadása, tehát elvileg itt az alapjáték és plusz az Off the Record-nak az összes DLC-vel együtt fogunk játszani, ez a Complete Pack. Csak egy a probléma, hogy az Off the Record-dal az a probléma, hogy ott nagyon szarul lett optimalizálva az egész. Tehát konkrétan késik a hang az animációtól. Épp fordítva. És egyszerűen nem tudok vele játszani. De viszont találtam egy régi verziót az Off the Record-ból, még a 2011-es verziót, meg igen az egy évvel később készült el, és szintén PC-n, összes DLC-vel, és az működik.
Úgyhogy én azt a verziót fogom végigjátszani az Off the Recordból, viszont a Dead Rising sima 2-es, érted, ugyanaz a motor baszki, ugyanaz, és mégis nem jó az optimalizálás. Na mindegy. Én most a remastered verzióval fogok játszani az alapjátékkal, utána az Off the Record remake-kel pedig majd a régi verzióval. Na, a vizualitás megvan, audio. Itt most végre le tudom venni a hangot úgy, hogy a cutscene-ben egyáltalán nem némul meg senki, ami az első részben sajnos ezt nem tudtam megoldani, és így hála a copyrightos zenéket így el tudjuk kerülni, de félrejétesnesség, imádom a Seldweller zenéket, de basszus, annyi zene van te benne, annyi Seldweller zene van benne, jól hangzik, csak copyrightos. Úgyhogy sajnálom gyerekek, így a stáblistától is meg kell szabadulnunk, és természetesen a daloktól is meg kell szabadulnunk, de legalább a kommentáromat lehet hallani, és meg a hangokat is, de a cutscene-ek nem némulnak meg. Yes! Végre egy haladás. És akkor a PC-s beállítások. A biztos, ami biztos, hogy csutkára levettem mindent, és marad az 1080-as P felbontás, de hát miről is beszélek, ha úgyis 720p-be adok ki mindent, mert az gyorsabb, és gyorsabban föltöltődik. Na, ja, és igen, ebben a játékban ugye két külön verzió van, mivel multiplayer is van a játékban. Egyrészt a fő kampányban lehet kooperatívozni, már alapból is kooperatívba lehet csatolni, Isten legyen a talván, ha valaki most kópozik ezzel a játékkal. Illetve az a másik, a Terrorist Reality. A Terrorist Reality-ről arról kell tudni, hogy ez egy ilyen gladiátor játék, amit az emberek találtak ki, amikor ez a Vegas-i kitörés megtörtént, akkor csináltak egy epic visszavágót az emberek, egy ilyen gladiátor párbajon, hogy négy különböző maszkos versenyző egymás ellen mérik fel tudásukat, hogy ki hogyan tud jobban zombit hentelni. És ezért pénzt lehet nyerni, és ez konkrétan egy picit kötődik a sztorihoz, de van egy külön részleg, ahol magával a játék... Ezzel az online harci gladiátor párbajjal is lehet játszani. Csak egy a probléma, ez vegytiszta online kooperatív, online multiplayer, gyerekek. És elhiszitek, hogy ezzel bárki is játszik manapság, mint hogy ott van például a Destiny 2, vagy a Black Ops 3, vagy egyéb más online-os játék, amit most tolnának, vagy a Chica, vagy mit tudom én. Tehát ember legyen a talpán, aki valaki tud meccset találni, mert én nem tudtam, az biztos. Úgyhogy ennyit a Terrorist Reality külön kampányról, és hát külön játékmódról, illetve végre, és egyezünk meg valamiben, mielőtt még elkezdeném, hogy a részeket fejezetenként fogom vágni, tehát nincs olyan, hogy első és második rész, harmadik rész, hanem ahogy jön ki, meg ahogy bírom energiával, illetve a cutscene-eknél egyáltalán nem szólalok meg. Ha valami egyeztetés van a fejemmel, meg a beszédemmel kapcsolatban, akkor majd valamit még egyeztetek magamnak, illetve veletek, és természetesen, ha valamit nem értetek rögtön, vagy valamit ki akartok nálam javítani, akkor nyugodtan komment szekcióban lehet velem vitázni bármiről, csak mondjátok, hogy mi tetszett, azt magyarázzátok el miért, ha mi nem tetszett, azt is magyarázzátok el, hogy miért. Na! Akkor! Csapassuk, vaze! Ja igen, három slotba lehet most már menteni, amit nagyon furcsálok, mert hogy ez az Xboxosról lett átportolva, tehát úgy van, hogy először kiadták konzolra, aztán majd később PC-re, és három slotba menthetünk csak, ami az első részben ott bármennyit tudtunk menteni, és annyi a probléma, hogyha elkezdtél egy darabig egy sztorit, akkor újraindíthatod a sztorit, viszont az addigi összegyűjtött statjaid azok megmaradnak. És ez gáz. Miért nincs olyan, hogy külön teljesen nulláról az egészet? Nem csak a sztorit, hanem a karakteredet is csutkára. És miért még kérdeznétek, hogy hát akkor miért nem megyek be a címek a programfájlokba, a config menüjében, a save fájlok között keresgélni és kitörölni, és akkor úgy megoldom. Hadd sugjak meg valamit. Nincs ott fájl. Tehát hiába mentettem, nincs fájl. Nem tudok törölni. Szóval az egyetlen új, csutkás, indítható játékmód, nulla szintű karakterrel, full story indítással, ha elindítom a kettes slotot. Úgyhogy, kezdjünk is bele, mert eleget pofáztam már. Itt van. Biztos, hogy új játékot akarsz kezdeni?
Ez újraindítja a karakter a szintedet, és az eddigi feloldható és sztori progressziódat is újraindítja. Nulláról indítunk mindent. És majd a mozgás közben majd beszélek a DLC-ről is. Na, kezdjük! Sign this release form before you go out there. Oh, and don't forget to include your next of kin. Her name is Katie. Can you take her somewhere safe? Yeah, I'll take her to the green room. Go with the nice man, Katie. Don't worry. I won't be long. Wife in Vegas. I guess you suck at killing zombies, otherwise she'd still be around! Save it for the show, shithead. Zombies took our Willamette. They took our Las Vegas. But tonight, America, we're going to get a little payback. Na itt az a lényeg, ez a Slide Circle című minijáték, amit alapból az online játékban is lehet játszani. Itt most az a lényeg, hogy első helyezettnek kell lennünk,
aprítani a zombikat a láncfűrészes motorral. Ez mekkora király ötlet egyébként. Keiji, te aztán tudsz valamit. És ugye most első helyzetnek kell lennünk, és a zombikon lévő lila gömbökkel plusz pontokat tudunk összegyűjteni, és ezzel a pénzünket tudjuk növelni. Az online játékban annyi a jelentősége egyébként, hogy ott is ugyanezeket a mini játékokat lehet játszani, és itt a Slide Cycle, ez a játéknak, ennek a mini játéknak a neve, aminek a lényege, ez a finálé, itt lehet a legjobban aratni a pontokat. És amit itt pontokat összegyűjtesz, azt pénzre tudod váltani, amit később a story módban tudsz felhasználni. És ezzel konkrétan könnyebben megoldhatod a dolgokat, hogyha valamit vásárolni akarsz a játékon belül. Veterinarians are looking into the problem and have been examining the diets on different farms. This seems to have only compounded the problems which have been linked to the beef shortage in local areas. The zombie rights group Cure is in the news again. The protest group has shown up in the adult playground of Fortune City, which was chosen as the site of the latest installment of the pay-per-view game show, Terror is Reality. The protest just compounds the problems of the game show, which has been plagued recently by tumbling ratings and controversy. Cure was on the site of the show to display their opposition to what they call the unethical treatment of zombies. Stacy Forsythe, the leader of the Nevada branch of Cure, had this to say. Let our government know we will not stand for their systematic neglect of the infected. We must take drastic action now! Public opinion is mixed on the group's views, which are sometimes seen as radical. This is a joke, right? Why would you want to save those things? Stay tuned. Coming up right after the break, we've got weather and sports. Doesn't feel very good, does it? I lost my family in Willamette. I'd rather just have them back. Hey, do you know where the green rooms are? Yeah, take the elevator up a floor and then straight down the hallway. You can't miss it. Csak azt nem értem, hogy miért nem tudja a saját szobáját, hogy hol van. Jó, lehet, hogy sok találgatás van, hogy egyrészt, hogy nem nagyon, tehát hogy rögtön in medias res mondták, hogy szereld össze a motorodat, mert fellépsz mindjárt a színpadon, mert mit tudom én. Meg hát, hogy miért nem alapból ott vezették be alapból, amikor megérkezett a városba, meg izébe. Beköltözött, mert mit tudom én, na mindegy, ez csak részletkérdés. Szóval a játékkal kapcsolatban ugye ez egy finálé a Terror is Reality mini játék sorozatban. Egy csomó játékot játszol, amennyi pontot gyűjtesz, az beváltódik pénzre, és azt a pénzt föl tudod használni a story módban, és természetesen itt ugye emlékeztek az első játékban mennyi sok ruhát fel lehetett húzni, na itt a második játékban egy nagyobb szerepet kap a ruhák, a nagyobb jelentőségűek lesznek a ruhák használata, megmondom, hogy miért. Itt csak az annyi van, hogyha első helyezetként végzel a Terror is Reality egyik rangos meccsében, akkor konkrétan megkaphatod ezt a Terror is Reality-s uniformot. Na, és mivel bekapcsoltam a tutoriálokat, akkor itt lehet látni a méltán híres nyilacska, GPS nyilacska, amit az első részben is ismerhettünk, aminek az a lényege, ugye
mindig három képben megmutatja, hogy mi a jelentősége. Tehát például most az a feladatunk, hogy el kell mennünk a szobánkba, az öltözőnkbe, hogy felszedjük Katie-t, mármint hogy szóljunk Katie-nek, hogy indulunk és megyünk tovább a dolgunkra. Aztán a fölöttünk lévő nyilacska, ami a képernyő közepén, a képernyő közepének a tetején lehet látni majd a nyilat, hogy hova kell menni. Hát nagyjából beszoktam kapcsolni, de néha nem bízok meg a nyilban, mert néha annyira nyakatekert és annyira meg tud hűlni, hogy néha nem mutatja azt, ahová kéne menni. És nagyjából erről szólt a harmadik. Na, megyünk tovább. És ha első helyezést érünk itt a prológusban, akkor kapunk 10.000 pontot, 10.000 dollárt, plusz a 2000-hez, és természetesen 5000 PP-t kaptunk, amivel kicsit megnagyobbítottuk a szintünket. Ugye a PP, ugye az első részben is ismert Prestige Point, amit ugye fotózással is lehetett összegyűjteni, pszichopaták legyőzésével, túlélők visszaeszkortolásával, meg sok minden dologgal. Itt konkrétan egy questként működött, és azért a fulfillment bónuszt kaptunk, amiért kaptunk 10.000 pontot. Itt van a kék játékos, aki konkrétan a családját vesztette Willamette-ben, ugye az első részben. És egyébként maga az intro is elmesélt arról, hogy konkrétan, hogy... Nem tudom a saját szobámat, na mindegy. Így néz ki csak, így mozog, teljesen máshogy mozog, másmilyen karakterisztikával működik, mint ahogy Frank volt. És akkor... Van itt is egy ajtó, meg ott is egy ajtó, hát ezeket nem tudjuk használni, kinyitni tudjuk, de nem tudunk sehova sem menni. Meg itt nyomogatom a T betűt, ezzel tudjuk majd az óránkat elővenni, hogy nézzük az időt, hogy mikor hova kell menni, meg hányra kell beérkezni. Itt most konkrétan még nem működik az idő, mert még le vagyunk láncolva ebben a prológusban, és ezért még úgymond nem működik az idő. Ezért konkrétan haladunk tovább, és most akkor indul be, amikor a lifthez megyek. És akkor ott a folyosó végén lesz majd az első mentési pontunk, ugye csak a WC-nél tudunk menteni. Igen, a mentések csak a WC-nél tudunk menteni, illetve majd a safe house-os WC-ben is tudunk. Hát ugyanúgy működik a mentési rendszer, mint az első részben. Sajnos már az alvó ágyak, azok nem fognak működni, csak a WC-k. Illetve még a pisszoárnál is lehet menteni, tehát ennyi a érdekesség. Amilyen gyakran menthetsz, annyit menthetünk, amit csak akarunk, illetve a térképen S betűvel jelzi majd, a S betűs ikonnal jelzi majd, a térképen láthatjuk S betűs ikonnal, hogy hol vannak a WC-k. Illetve itt előttünk van egy. Kinyitjuk az ajtót, és már ott az S betű, és akkor rányomok, elmentem, és konkrétan már el is mentettük a játékot. Illetve előveszük a főmenüt, és akkor igen, van egy nagyon jelentősége a második résznek, ugye beleraktak egy olyan játék elemet, egy új elemet, ami az első részben nem volt, ugye, hogy csak a tárgyakat gyűjtöttünk össze, meg azokkal védtük magunkat a zombik ellen. Itt konkrétan kártyákat lehet összegyűjteni szintlépéssel, meg túlélők kiszabadításával, vagyis a túlélők eszkortálásával, meg pszichopaták legyőzésével, olyan kombókártyákat, ahol különböző hétköznapi tárgyakat egy nagyon monstrumos fegyverét tudunk átalakítani, és ezzel több prestige pont bónuszt tudunk összegyűjteni, illetve van ennek egy ilyen karcolt kártya verziója, amivel a bónusz prestige pontoknak, a PP-knek a 50%-át kapjuk meg. És akkor itt van a státuszunk, ugye a statunk, az attribútumunk, tehát hogy a támadás, a futásunk sebessége, az életerőnk, az inventorink, ugye csak 4 tárgynál nálunk, a dobási távolságunknak a növelhetjük ugye szintlépéssel, a jelenlegi szintünk, mennyi PP-t gyűjtöttünk most, mennyi pénz van nálunk, összesen mennyit gyűjtöttünk az egész játék alatt, itt a mennyi PP-t gyűjtöttünk az egész játék alatt, illetve hogy hány zombit gyilkoláztunk. Illetve vannak skillek, ugyanúgy, mint az első részben, hogy különböző technikákat tud alkalmazni, például a magaslatról való
könnyékkel való ugrás, térde való érkezés, fölemeli a zombit, meg ilyen hasonlók, illetve lesznek kulcs tárgyak, ami még nem volt az első részben, de itt vannak, hogy például olyan tárgyakat tudunk használni, amire jó valamire például kulcsokat, amivel ki tudunk nyitni a zárakat a játék végéig, és így tovább, és így tovább. Illetve itt van az egyik hostess, az egyik ikerbár, Amber. Mi vagyunk a nagy sztár. És ha bemegyünk, rögtön ki akar küldeni. Nem, dehogy is. Nem nézelődök. És amikor megnyomom a liftet, akkor jön a másik ikerpáros. The ladies were a little disappointed in your performance tonight, Chuck. But you must get that a lot. Good night, lady.